harmadik ülését tartotta csütörtökön a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület, melyen összesen 57 napi rendi pontot tárgyaltak meg. Kivétel nélkül el is fogadták a felterjesztetteket. Az egyetlen eltérő szavazást a két ellenzéki tagadta, ugyanis mindegyik tárgyalt pontnál tartózkodtak. Az ülés végén a Szerb Haladó Párt tagjai közül Tesztis Zorán, míg a Vajdasági Magyar Szövetség részéről Pletikosi Tibor számolt be a legfontosabb mozzanatokról. A községi képviselőtestület szeptember 26-án megtartotta harmadik rendes ülését 57 napi rendi ponttal. A mai ülésen számos fontos határozat és rendeletjavaslat került megvitatásra. Kiemelt jelentőséggel bír a 2024-2028 közötti időszakra vonatkozó kulturális fejlesztési stratégia elfogadása, amely számba vette a lehetőségeket és a közösség igényeit is, és ennek alapján a helyi kulturális élet fellendítését célozza meg. Minden évben az egyik legszebb esemény, amikor községünk díjairól döntünk. A képviselőtestület ma jóváhagyta a Magyar Kanizsa Község 2024-es nyilvános elismerésének adományozásáról szóló rendeleti javaslatot, amelynek értelmében a Pro Urbe díjjal idén dr. Bimbó Mihályt fogjuk kitüntetni. Ezúton is gratulálok neki. A költségvetéssel kapcsolatban fontos döntések születtek. Elfogadtuk a 2024-es év első fél évének költségvetési megvalósulásáról szóló jelentést. Ennek értelmében a bevétel 665 millió dinár, a kiadás pedig 709 millió dinár. Az így kimutatott hiányra azonban szintén meg van fedezett, mégpedig az előző évekből felhalmozott összegekkel. A helyi nagyberuházási bizottság megalakítása is fontos napirendi pont volt, amely a község fejlesztési projektjeit fogja koordinálni. Emellett jóváhagytuk a Zentai Történelmi Levéltár és a József Attila Könyvtár 2025-ös munkaprogramját és pénzügyi tervét. Döntés született a Regionális Kreatív Műhely és a KNESA Oktatási és Művelődési Intézmény 2025-ös tervéről is. A Szabadkai Regionális Hulladéktároló és Helyi Kommunális Vállalatok 2023-as ügyviteli programjának teljesítéséről szóló jelentések elfogadása is megtörtént. Magyar Kanizsa Község önkormányzata igyekszik minőséges munkát végezni, ezért nagyon fontos számára az, hogy a bizottságok, tanácsok, iskolaszékek, felügyelőbizottságok és igazgatóbizottságok tagjai megfelelő módon legyenek kiválasztva, majd a községi képviselőtestület által megszavazva. Módunkban állt meghallgatni a községi pénzügyi osztály vezetőjének beszámolóját, aki ismertette velünk, hogy a tervezettekkel összhangban valósultak meg. A külső bizottság, a felügyelőbizottság jelentését is ismertette velünk, amelyek szintén megállapították, hogy a községünk jó működik. Módunkban állt meghallgatni községünk közvállalatainak és közintézményeinek, igazgatóinak a beszámolóját, amelyek mind azt bizonyítják, hogy a tervezettekkel összhangban tudnak dolgozni, a községünk lakosainak érdekeit mindenek előtt figyelembe véve. Községünk nagyon szépen dolgozik, igyekszik odafigyelni arra, hogy ne csak tervezzen, hanem meg is valósítsa a tervezetteket.